Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Először megnézzük azt, hogy mi várható pénteken, mi az energia, milyen változások lesznek. Ez itt látható ezeknél a kártyáknál. Itt ez a kehely jelentheti a te érzelmedet, a belső forrást, az intuíciódat. De jelenti azt is, hogy valaki érzelmekkel közeledik hozzád. Te mégis fogva érzed itt magad, sőt, be van csukva a szemed, nem veszed ezt észre. Nem tudod azt, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzád, holott ő megpróbálja ezzel a kehellyel kimutatni az érzelmeket. Itt lesznek változások, majd ő irányítja a dolgokat. Az egyik partot elhagytátok, van egy új irány, egy közeledés, vannak célok, amit még nem értetek el. De van egy irány, lesznek változások, lesz mozgás, akkor is, ha pénteken ezt még nem így érzed, vagy nem látod, hogy mi a szándéka, milyen irányba tereli itt az eseményeket. A szombati nap az itt látható. Ezen a képen van a 10-es szám, ami utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. Itt rendeződnek a dolgok, az anyagiakat illetően, a munkát illetően, és ami a párkapcsolatot jelenti, itt lesz egy stabil párkapcsolat, ennek a kezdete. Itt mindkét kártyán a tűz eleme van. Az jelenti a bátorságot, a lelkesedést, a mozgást, a szenvedélyeket. Ha te egy hölgy vagy, akkor még így figyeled a dolgokat, de érzed azt, hogy itt lesznek változások, és ez tetszeni fog neked. Ez a férfi közeledik hozzád a bátorságával, a lelkesedésével és a szenvedélyekkel. Mindkettőtöknek az a célja, hogy itt kialakuljon egy stabil párkapcsolat. A szombati nap, az itt volt, igen, és vasárnap itt látható. A férfi kezében van az aranykehely, és a nő is az aranykehelyet tartja a kezében. Mindkettőtöknél érzelmekről van szó. Ha te egy hölgy vagy, akkor foglald el a helyedet, légy várakozó, hiszen ő jön mozgásba, és közeledik hozzád. Azon kívül a nap megvilágítja a helyzetet, tisztázódnak bizonyos dolgok, azt is jelenti a nap, hogy ő látni akar téged. Itt megvan a kisugárzás, a magabiztos fellépés, és megvan a vonzalom kettőtök között. Itt még nem látod, hogy milyen irányba mennek a dolgok, holott érzed, hogy lesz mozgás. Vannak érzelmek, valami lelkesít benneteket. Tisztázódnak, rendeződnek a dolgok. Itt lesz egy találkozás, és a nap megvilágítja a helyzetet. Mindkettőtöknél ott vannak az érzelmek, mindketten kimutatjátok ezt, és ez a férfi fogja irányítani a dolgokat, ő jön mozgásba, vagy meglátogat téged, aktív lesz. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.